A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 19-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban könyvbemutatókkal, képzőművészeti kiállításokkal, koncerttel és színházi találkozóról szóló tudósítással várom önöket. Tartsanak velünk! Az Árpád-fürdőben rendhagyó tárlaton mutatta be műveit a kistarcsai Major László Sándor festőművész. Az alkotók képein a kinetikát és az absztrakt festészetet ötvözi. Az Árpád-fürdő galériája ad otthont Major László Sándor festőművész tárlatának. Az alkotó rendhagyó installációi egy különleges világba kalauzolnak el bennünket. Szokatlan módon, de kellő érzékenységgel ötvözi a festészet és a szobrászat képzőművészeti nyelvét a maga absztrakt művészeti attitűdjével. Nagyon szeretem, ha forgás, mozgás van a közelemben, egy lágy forgás, mozgás, és ezt valósítom meg ezekben a képekben. Gyakorlatilag 20 évvel ezelőtt indult az én történetem, amikor egy kinetikus szobrász kiállításán megláttam először ilyen játékos szerkezeteket, és azonnal beleszeret és elhatároztam, hogy én is ilyet fogok készíteni. Beszéljünk a motivációról, illetve arról a motivumrendszerről, ami itt azt hiszem, hogy minden kiállítás látogatót elkápráztat. Hát a motiválás a elsősorban a forgás, tehát a forgást szeretném megmutatni. Amikor elkezdtem ezeket a kis szerkezeteket készíteni, akkor végig gondoltam és rájöttem, hogy a forgás az, amiről nagyon kevesen gondolkodnak el, de a teljes univerzumot átjárja. A technikánknak az alapja egyidős a tűzzel, nagyon sokat lehetne mesélni róla, és ennek a forgásnak ezer és ezer arca van, ebből szeretnék én egy néhányat megmutatni. A forgáson túl viszont olyan motivumrendszerrel ékesíti fel a forgófelületeket, ami azt hiszem szintén egyedi. Absztrakt festészetet tanultam, és az absztrakt művészetben kialakított motivumokat, struktúrákat használom, illetve szeretek új struktúrákkal kísérletezni, kipróbálni, használni. Mennyire jelent önnek megerősítést, hogy egyre népszerűbbek az alkotásai? Hát mindenféleképp megerősítést jelent, és nagyon örülök neki, nagy örömmel tölt el engem, és büszkeséggel. Ilyenkor fontos kérdés, hogyan tovább marad ennél a stílusnál, vagy ezt kiegészíti, és ahogy tetszik, kiteljesíti. Ha mindenféleképp megmaradok az absztraktnál, viszont most elhatároztam azt, hogy több olyan képet készítek, ami nem dinamikus. Ugye a dinamikus az, amelyik mozog, illetve fénylőképek. És több helyen találkoztam azzal, hogy nem mindenütt tudok egyszerűen áramot biztosítani az én képeimnek, és ezért elhatároztam, hogy több hagyományos absztrakt festményt készítek. De mindenféleképp szeretnék megmaradni ennél a stílusnál. Tehát amikor én elkezdtem festeni, nagyon hamar rájöttem arra, hogy a festés egy hatalmas univerzum, amit én már nem fogok bejárni, mert szerintem 100 év is kevés lenne ahhoz, ezért csak egy területre, az absztraktra koncentrálok, és abba képzem magam. Major László Sándor olyan világot tár elénk, ahol rá kell csodálkoznunk az egyedi alkotásokra, hiszen minden műve forog vagy világít, a kinetika, a mechanikának az erők és a hatásokra létrejövő mozgások kapcsolatát, törvényszerűségeit maximálisan kihasználva, sajátos látványvilággal ajándékozza meg a képzőművészet barátait. Major László Sándor motivációja és rendszerbe foglalt alkotói elképzelései kézenfogva járnak. Művei amellett, hogy látványosak, egy ízig-vérig 21. századbeli technika mentén a megörökölt és az általa megerősített gondolatok társaságában jutnak el a befogadóhoz. A Szent István Művelődési Házban mutatták be Török Máté vers énekmondó című portrékötetét. A Misztrál Együttes alapító tagjának könyve a különleges műfaj hazai reprezentánsait mutatja be.
A Szent István Művelődési Ház meghívására Bakonyi István irodalomtörténész moderálásával Székesfehérváron is bemutatta Vers énekmondó című kötetét Török Máté, aki a Misztrál Együttes alapító tagjaként, fotográfusként és a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj programjának ösztöndíjasaként 3 esztendei kutatómunkával megszólította azokat az énekmondókat és verséneklőket, akik évtizedek óta sokat tettek azért, hogy ez a különleges műfaj újra meghonosodjék hazánkban, illetve a Kárpát-medence magyar lakta területein. Török Mátét elsősorban a Misztrál Együttes révén ismeri a fehérvári, és nem csak a fehérvári, az országos közönség is, sőt azt hiszem a határainkon túl is. Most új arcáról mutatkozott be, ugyanis 23 olyan interjút tartalmaz ez a kötet, amelyben énekmondók, megzenésítők, verséneklők szerepelnek. A legnevesebbek, akik ebben a műfajban, én azt hiszem, maradandót alkottak, hogy csak közeli példákat mondjak, Sebő Ferenc vagy Tolsvai Béla épp úgy benne van ebben a kötetben, mint a Kalákő Együttes és sokan mások. Ez azért is érdekes, mert egy olyan műfaj, vagy olyan műfajok kapnak itt teret, amelyek elég sok küzdelemmel járták be útjukat, pontosabban ezt művelő kiváló emberek, de ugyanakkor azt gondolom, hogy az irodalom és a zenének egy olyan találkozása ez, ami nagyon fontos a számunkra, hiszen itt testvérünk Zsákról esik szó. Még azt szeretném hozzátenni, hogy Török Máté remek riporter is ebben a kötetben, tehát teljesen professzionális módon kérdezi a beszélgető társakat, egy nagyszerű portrékat, életút interjúkat tár az olvasók elé. A míves kötet előszavában Török Máté úgy fogalmaz, hogy bár sokan és sokféle módon vallják hivatásuknak a versek és a szövegek által meghívott dallamok közvetítését, de talán pont ez a sokszínűség az egyik oka annak, hogy nehezen definiálható a stílusuk. Az ötlet az alapvetően onnan jött, hogy verséneklőként én magam is kutattam a helyét ennek a műfajnak, illetve azt is, hogy műfaj-e egyáltalán. Hova lehet helyezni magát a verséneklést, és arra gondoltam már korábban, hogy beszélgessünk erről azokkal a pályatársakkal, akik ezt korábban elkezdték, és jött a lehetőség, hogy ezt meg is tehettem. Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját elnyertem 2020-ban, és itt pont ezt a programot szerettem volna végigjárni, aminek a végén ez a kötet most megjelenhetett 2023. szeptemberében, mégpedig azt, hogy azok a verséneklők, akik a 60-as évek végén, gondolok itt például a Sebő Ferenc és Sebő Együttes, Sebő Halmos dúóra, vagy a Kaláka Együttes szintén 69-es indulását bemutatni, illetve azt a generációt, akiket ők is képviselnek, szinte ilyen 24. órában vagyunk sajnos egy-két ember esetében. A 23 beszélgető partner közül Kátai Zoli sajnos 2020-ban el is hunyt, de tudtam még vele beszélgetni. És pályatársként és verséneklésre foglalkozó előadóként is próbáltam ezt az egész kötetet olyan szinten összerakni és megszerkeszteni, hogy egy laikusnak is szóljon valamiről, és egy szakmabélinek is mondjon újat, illetve leginkább, aki szeretné kutatni ezt a területet, vagy szeretne elkezdeni foglalkozni azzal, hogy kik azok a verséneklők, mi az a verséneklés, akkor legyen egy kiindulási pont. És ez a kiindulási pont, ez nagyon hiteles tud lenni, ha pont ezeknek az embereknek az életútján indul el. És az énekmondók és a verséneklők összehasonlítását azért éreztem fontosnak, hiszen a históriás énekmondás, amit mondjuk Tinódi Sebestyén által megtanulunk az iskolában, hogy Egervár viadaljáról való énekét esetleg megtanuljuk, onnan látjuk azt, hogy a históriás ének az alapvetően egy énekelt vers. De hogy a vers és a zene szétválása által kimaradt néhány száz esztendő, majd a 60-as évek végén, a 20. században ez újra valami miatt összetalálkozott, ez egy nagyon érdekes kettősség, és az is az, hogy a régi, azok az emberek, akik azt vallják, hogy ők a régi historikus énekeket interpretálják ma nekünk, az miként tud összeköszönni azzal, akik mondjuk klasszikus 20. századi költők verseit zenésítik meg a saját dallamaikkal. És azt tapasztaltam, sejtettem is, de azt is tapasztaltam, hogy nagyon sok a találkozás, nagyon sok az átfedés,
és ezt a közös ügyet együtt is kell, hogy tovább vigyük. Erre volt több kísérlet egyébként már a mi életünkben is, ilyen volt a amikor megpróbáltuk összeboronálni pont a régi zenei irányt és a verséneklői irányt Janus Pannonius kapcsán, és pont erre kértük föl az akkori előadói gárdát, hogy Janus Pannoniust énekeljünk, hiszen az ő költészetében nincs nóta megjelölés, tehát hogy milyen dallamra kéne énekelni. Ezért, aki historiás vagy historikus énekekkel foglalkozott, ő is mondjuk korabeli, Janus Pannonius korabeli dallamokat keresett, és hát aki meg a verséneklés irányából közelített, ilyenek vagyunk mi is, mint Misztrál együttes, meg én is, akkor mi pedig megpróbáltunk dallamokat keresni. És ez a lemez, ez egy egységes zenei anyagot adott ki a legvégén úgy, hogy több mint 10 előadó és együttes és formáció vett részt benne. De tudnék még hasonló példákat mondani. Az, hogy így 23 riport után, illetve 22 után, ez majd kiderül, hogy miért 23, azt tudom mondani, hogy még mindig kérdés az, hogy hol van a helye ennek a verséneklésnek, hiszen ahogy Dani fogalmazott, Grillus Dani fogalmazott, könnyűnek komoly, komolynak könnyű, színháznak zene, zenének színház. Tehát alapvetően egy olyan műfajról beszélgetünk, vagy stílusról, ami a mai napig még kicsit keresi a helyét abban a struktúrált művészeti világban, amiben most vagyunk. Valószínűleg ez valami azon kívüli rész, amit nagyon sokan tudnak használni a saját területeiken. Az egyik ilyen terület ez az oktatás. Tehát az oktatásban látjuk azt, hogy az énekelt vers az egy fontos segédeszköz. Tehát itt segédeszköz. Akkor látjuk azt, hogy a színházban ugye az énekelt vers az egy részét képezi sok esetben egy darabnak, és hát különböző irodalmi esteken ez mindig jelen van. De mint önálló műfaj is ugye működik, és önálló műfajként akár mint Misztrál is, mi is ezt képviselve, a saját generációnknak is mutatjuk azt, hogy a verséneklés az létezik, és ez működik. Most itt vagyunk 2023-ban, Petőfi 200. születésnapjának emlékévében, és azt tapasztaljuk, hogy mindenki Petőfit énekel, mert éppen ez a felhívás, hogy most énekeljünk Petőfit, és akkor jön a kérdés, hogy ebben az esetben mindenki verset énekel? És erről nagyon, nagyon sokat tudnánk szerintem ketten is beszélgetni, és nagyon örülök, hogy egy fórum lehetősége a könyv is, hogy erről egyre többet tudjunk beszélni, illetve meg tudjuk mutatni, hogy ez a műfaj, ez létezik, és egyre több dal születik. És ahogy ezt el szoktam mondani, Babicsnak van egy idézete, ami arról szól, hogy a vers az elmondva már más, mint olvasva, és azt is el szoktam mondani, hogy énekelve is más. Tehát amikor az ember énekel egy verset, akkor egy picit már más a költemény, mint csak olvasva, és egy kicsit más is, mint elmondva. Itt egy értelmezett szöveget adunk át a saját értelmezésünkben. Nagy öröm volt ez a kötet, hogy megszülethetett, és hát bízom benne, hogy megyünk tovább, ahogy itt István elmondta, itt az idősebb generáció képviseltette magát, itt 60 évnél idősebb pályákat mutatok be minden esetben, és hát vagyunk bőven, tehát lehet folytatni, és mehetünk tovább a generációkban is. Sajnos ebben a kötetben sem tudtunk, vagy tudtam mindenkivel beszélgetni, például Dinnyés József, ugye ebben az időszakban szintén elhunyt, ezért vele már ebben a kötetben nem tudtam beszélgetni. A bensőséges hangulatú diskurzusban felvetődött a kérdés, hogy a felgyorsult világban teszünk-e eleget azért, hogy megismerjük a mai kortárs közvetítőket, a mai kor históriásait és a versekben rejlő dallamok megkeresőit. A válasz nem egyértelmű, ugyanakkor a kötet ebben is bizonyosan segítségünkre lesz. Szintén a Szent István Művelődési Házban ismerhették meg az érdeklődők Frigyi Katalin új kötetét. Ebben az esztendőben elhunyt szerző, a Szent István Király Múzeum munkatársa könyvében városunk szakrális kisemlékeit mutatja be.
A királyváros épített egy szakrális örökségei iránt érdeklődők könyvtára újabb kincsel bővült, a Szent István művelődési házban mutatták be Frigyik Katalin Székesfehérvár egykori és ma is látható szakrális kisemlékei és a hozzájuk fűződő tisztelet, a 18.-21. század című kötetét. Frigyik Katalin a Szent István Király Múzeum szakkönyvtárának néhai könyvtárosa még aktív éveiben kezdett el foglalkozni a szakrális kisemlékek gyűjtésével és megörökítésével. Ahhoz, hogy egy ember a saját lakókörzetében igazán otthon érezze magát, úgy gondolom szüksége van olyan tájékozódási pontokra, amelyekhez személyes érzelmekkel, emlékeink keresztül tud kötődni, és ezek, ha nem is mindig elevenen élnek az emlékezetében, de valahogy hozzátartoznak, és az életéhez, életének egy részét képezik. Ilyenek ezek a szakrális emlékek, és ezek a kis emlékek. Az utak mentén a keresztek, a különböző képek, oszlopok, emlékhelyek mind-mind valamiféle egészen személyes jelenlétet kölcsönöznek az embernek ahhoz a helyhez, ahol az élete zajlik. Én nagyon örülök, amikor útjainkat járva egy-egy kereszttel találkozom, és ismételten találkozom vele. Jó leső érzés számomra ez a találkozás. Azt mondja, hogy itthon vagyok. Nagy öröm, hogy Fejér megyének, Fejérvár megyének ezeket az emlékeit most végre összegyűjtve, mint egy csokorba kötve kaphatjuk meg, és mindannyiunk gazdagodhatunk vele, mindannyiunk szívét gazdagíthatja, lelkét gazdagíthatja ezekkel az emlékekkel. Frigyik Katalin évtizedes kutató és gyűjtőmunka eredményeként tárta fel a város egykori és ma is látható szakrális kisemlékeit. Keresztek, feszületek, temetők, kálváriák, szobrok, domborművek, freskók, festmények sorát írta le, rögzítette fellelhető adataikat, gyűjtötte ábrázolásaikat, és részletesen beszámolt a város lakóinak hozzájuk fűződő tiszteletéről. Frigyik Katalin munkájáról beszélünk, amely sajnos sok posztumusz jelentett meg egy hatalmas vállalkozásról. Székesfehérvár gyakorlatilag valamennyi vallási kisemlékét, kereszteket, szobrokat, épületdíszeket egyaránt rajstromba vesz, és nem csak bemutatja és az ezekről szóló információkat közli, hanem tisztában volt azzal a szerző, hogy egy szekularizálódó korban élünk, ahol egyszerűen ahhoz, hogy az embereknek ne pusztán esztétikai élmény legyen egy-egy tárgy, hanem értsék a kultuszban betöltött szerepét, a vallási közösség életében játszott szerepét, ahhoz háttérinformációkat is kell adni. És Kati óriási nagy munkát fektetett abba, hogy ezt megadja. Tehát ha szó esik például egy szent szobráról, akkor beszél a szent élettörténetéről, beszél a kultuszáról, és beszél más emlékeiről is a városban, ezzel adva valamiféle teljességet. Ezért ez egy hihetetlenül monumentálisra hízott kötet. És mivel a teljesség igényével dolgozott, ezért gyakorlatilag napjainkig vezet, 2017-es eseményekről még van szó benne, és így aztán a Szent István kultusz kapcsán a város 2013-as ünnepi emlékévének is gyakorlatilag úgy lett krónikásává Katalin, mint ahogy annak idején 1938-nak Szarka Géza. Az ebben az esztendőben elhunyt Frigyik Katalin kötete tiszteletet ad és kíván. Olyan emlékeket tárt fel és örökített meg, amelyek kiemelten fontosak a királyváros egykori és jelenlegi polgárainak, hívőknek és nem hívőknek egyaránt. Folytatódott a Kérdez a zeneszerzőt koncertsorozat. Az est témája Ligeti György zeneszerző születésének 100. évfordulója volt. Különleges filmvetítéssel, ritkán hallott Ligeti művel és egy igazi Ligeti reflexióval várt a székházába az Alba Régia Szimfonikus Zenekar a kortárs klasszikus zene barátait. A Kérdezd a zeneszerzőt zenei évadának második interaktív koncertjén Dargai Marcell és Ligeti György műveit hallhatta a közönség. A műsor keretében a közönség megtekinthette Ligeti Musical Richard Káta című zongoraciklusának filmfeldolgozását és Radnóti Róza zongoraművész előadásában.
remélem, hogy itt lesz velünk ma este az Arszó Székházban Székesfehérváron Ligeti György szelleme is, legalábbis megpróbáljuk megidézni, mivel ma este a zenekarunkat Tihanyi László fogja vezényelni. Tihanyi László egy igazi ligeti specialista, karmester és zeneszerző, személyesen is dolgozott a mesterrel többször is. A kammerkoncertet is ma este egy olyan partitúrából vezényli, amin a ligeti kézirata aláírása is látható. Úgyhogy tényleg megpróbáljuk megidézni Ligetit, Ligeti zenéjét, és megvizsgáljuk azt, hogy milyen hatással van ő a mai zeneszerzésre, de nem csak a zeneszerzésre, hanem akár a filmművészetre, akár a popkultúrára, akár még szociológiai vagy politikai szempontból is tudunk egy kicsit foglalkozni az ő szerepével, hatásával, szóval nagyon izgalmas estének ígérkezik. Ez mondhatjuk, hogy számodra is egy nagy kihívás, hiszen tudjuk, hogy meg annyi falsúlyos zenész jött az elmúlt időszakban ebbe a sorozatba, de azért ez mégis más, én úgy gondolom. Igen, ezt jól látod, hogy ez nekem is egy nagy kihívás, de még nagyobb kihívás a zenekarnak, hiszen Ligeti György Kammer koncertje, ami a mai este utolsó darabja lesz, ezen kívül még Dargai Marcellnak egy kammer koncertre reflektáló darabját hallhatja a közönség, de a kammer koncert az tényleg a világ egyik legnehezebb kamara zenéje, és ez egy nagyon nagy vállalás a mi zenészeink részéről, hogy ezt megtanulták, felkészültek egy hosszú próba folyamat során erre a mai koncert. Úgyhogy igen, ez egy különleges kihívás mindannyiunknak. Dobri Dániel vendége Dargai Marcell, aki mint kiderült a Zene Akadémián a fehérvári szakember mestere volt, a ma zeneszerzőjeként is az európai kortárs muzsika megkerülhetetlen alkotója. Évek óta már figyeltem ugye ezeket az eseményeket, ugyanis a Dobri Dani nekem tanítványom volt a Zene Akadémián, a zeneszerzés tanszakon, és hallottam, hogy ő ezt a sorozatot elkezdte, nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartottam, ami tulajdonképpen nagyon jó szerintem a közönségnek is, hogy találkoznak új zenével, nagyon jó, hogy a zenekar tulajdonképpen szembesül olyan fajta feladatokkal, amelyek nem szokványosak, vagy nem annyira kapcsolódnak az ő repertoárjukhoz, és nagyon jó szerintem a szerzőknek is ebben az esetben, ugye nekem is, hogy találkozok olyan zenészekkel, akik tulajdonképpen teljesen idegen számukra mind a személyem, mind a zeném, és ezért nagyon izgalmas és olyan visszajelzéseket lehet kapni tőlük, amik utána a későbbi munkámban nagyon jó hasznosítható. Ennek tükrében hol tart ma Magyarországon a kortárs klasszikus zene? Hát ennek nagyon sok része van. Ugye az egy dolog, hogy mondjuk milyen az elfogadottsága, vagy mennyire érdekli ez a zene az embereket. Az másik dolog, hogy mennyire jelenik meg, vagy mennyire van reprezentálva magában a koncertéletben. És az más, még egy kérdés, ami szerintem talán a legjobban állunk egyébként, hogy a zenészek milyen módon viszonyulnak hozzá, és milyen szinten művelik. Tehát ez egyértelműen látszik, hogy ma már nagyon sok fiatal már eleve úgy kerül ki a Zene Akadémiáról, hogy vannak tapasztalatai az új zenének az előadásában és játszásában, és tulajdonképpen egyre inkább azt látszik, hogy csak találkoznia kell a közönségnek minél többet ezzel a zenével, és akkor egyértelműen kiderül, hogy a közönség igazából, hogyha kapja ezeket és folyamatosan találkozik velük, akkor egy idő után az ízlésének a részévé is válhat. Tehát ez az állandó félelem a kortárs zenétől az elsősorban abból ered, hogy amit nem ismerünk, attól ugye elfélünk. És ettől van egy ilyen fajta alapvető attitűd vele kapcsolatban, de ez is mutatja ez a sorozat, hogy már azt hiszem már harmadik éve működik, és most van az első igazi teljes évad, és hogy például Tihanyi László vezénye, vagy például Ligetit játszik az együttes. Szóval ez mind azt mutatja, hogy az elmúlt három év, akkor ezek szerint, vagy két év ugye nem volt hiába való, és ez nagyon jó irányba mutat. Ligeti György a 2006-ban elhunyt zeneszerző a század egyik legnagyobb újítója tiszteletére életre hívott esten Tihanyi László vezényelt. A dirigens megerősítette, fontos, hogy a kortárs muzsika olyan teret kapjon, mint amelyet az Albarégia Szimfonikus Zenekar megteremtett Székesfehérváron. Thank you.
én nem jártam még Székesfehérváron, tehát nekem ez az első fellépésem itt, és nagyon örülök, hogy rögtön így kezdhetem, hiszen ez egy nagyon érdekes és vonzó műsor az én számomra, ami ma este itt lesz. Ligeti György kamara koncertjét nem hiszem, hogy be kell mutatni, talán Ligeti legismertebb műve, én magam nagyon sokat dirigáltam, már sokat foglalkoztam vele, és nagy örömmel tapasztaltam, hogy az itteni muzsikusok is nagyon lelkesen és nagy felelősségtudattal közelítettek a darabhoz. És hát mellesleg, de nem mellesleg, egy nagyon tehetséges fiatal magyar szerző, Dargai Marcell, erre az alkalomra írt darabját mutatjuk be, ami pedig szintén egy nagyon fontos funkciója szerintem az ilyen koncerteknek, hogy mindig legyen valami új, aktuális és hazai friss termés. A szimfonikusok következő koncertje az Amerika hangja december 4-én az Arzó Székházban olyan tengeren túli európai és orosz zeneszerzők műveivel ismertet meg bennünket, akikre nagy hatást gyakorolt a jazz, dallam és ritmusvilága, illetve Hollywood filmzenéje. Megnyílt a téli tárlat a Fehérvári Művészek Társaságának hagyományos adventi kiállítása. A Pelikán galériában 29 alkotó, 44 műve tekinthető meg. A hagyományokhoz hűen a Székesfehérvári Művészek Társasága idén is megrendezte téli tárlatát, amely teljes körű betekintést engedett az alkotók idei évben készült munkáiba. A kiállítás megnyitóján Lerner Zsolt alpolgármester megerősítette, a képzőművészek évvégi találkozója kiemelten fontos Székesfehérvár kulturális életében. A Székesfehérvári Művészek Társasága idén ünnepelte a 30. évfordulóját, és nem mondhatni, hogy egy kiállítással, hanem szinte egy egész programsorozattal. Kerítéskiállítást láthatunk a Várkörúton. Volt egy nagyszerű rendezvény a Vörösmarty Színházban, a Vörösmarty Színház emeleti forrásgalériájában szintén kiállítást még mindig megnézhetnek, megtekinthetnek az érdeklődők, és most itt vagyunk a Pelikán galériában. Az egy nagy öröm még, hogy az alapítók mellett az új alkotók, a friss alkotók, a kortársak is részt vesznek a kiállításon, és mintegy 29 alkotó 44 alkotását, illetve alkotás sorozatát láthatja a közönség itt a Pelikán galériában. Végvári Beatrix a társaság elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, alkotótársaival együtt bizonyságot szerettek volna adni arról, az a bizalom, amely körülveszi a fehérvári alkotókat, nagyban segíti a művészek munkáját. A téli tárlat ugye több olyan egyesületi kiállítás után nyílik, ahol a legújabb munkáinkat és különböző műfajban mutattuk be, gondolok itt a kerítéstárlatra és a színházi kiállításra, vagy a grafika hónapja alkalmával a grafikai kiállításra, ahol festő kollégák is lelkesen vették kezükbe a monokróm eszközöket és nyúltak a grafika eszköztárához. A téli tárlatnak mindig van egy olyan kis hátsó szándéka, hogy ebben az adventi időszakban bemutatunk olyan típusú műveket is, amikkel talán a városlakók az adventi ünnepekben, a karácsonyi vásárlások kapcsán felkészülhetnek, hiszen egy műtárgy is lehet nagyon szép ajándék. Ez egy szándék, természetesen ez nem kötelező, de a művek jellegzetesen azt a tulajdonságát mutatják, hogy ami egy icipicit kevésbé gondolati tartalmakat, talán esztétikai értékeket jobban közvetít, így tudnám leegyszerűsíteni. A tárlat keretében december elejétől szombatonként kötetlen beszélgetésekkel fogadják a látogatókat, ahol a kiállítás díjazott alkotója, illetve a társaság művészei számolnak be alkotó tevékenységükről az érdeklődőknek. Tizedik alkalommal rendezték meg Székesfehérváron a Pál István amatőr színjátszó találkozót. A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület szervezésében idén 13 csoport lépett színpadra. A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület ebben az esztendőben is megrendezte az imáron 10. Pál István Fesztivált, amelynek idén az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont. Az országos amatőr színjátszó találkozó célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a nem hivatásos színjátszó csoportoknak, együtteseknek. Pál István amatőr színház csinálóként indult, majd a 70-es, 80-as évek egyik meghatározó avantgárd színházi rendezője lett.
A róla elnevezett kétnapos találkozón az előzsűri döntése alapján ebben az esztendőben 13 csoport mutatkozhatott be. Egy elnyomott státuszban van, ismét küzdeni kell, ismét szabad, ismét üres színpad, tehát ugyanolyan nehézségekkel kell megküzdenie, úgyhogy remélem, hogy az amatőr színjátszó társulatok is ugyanilyen bátrak, lázadók és progresszívak lesznek, mint Pál István. Varsányi Péter, a fiatal magyar rendező generáció egyik nagy ígérete, nem titkoltan a saját diákszínjátszóként megszerzett és megért tapasztalatait használja fel zsűrizésében. Én is diákszínjátszás során szerettem bele ebbe a műfajba, és hogyha nem lett volna az a nagyon, nem lett volna egy nagyon elhivatott magyar tanárom és drámatanárom, akkor valószínűleg talán soha nem kerültem volna erre a pályára, úgyhogy nem csak azoknak, akik aztán ezt hivatásként választják, hanem azt hiszem, hogy mindenkinek, aki részt vesz egy bármilyen amatőr színjátszásban, az nagyon sok önismeretet, emberismeretet és élményanyagot adhat. Jaja, bjede, Stefanus, rex pandomi. Jaja, bjede, nos brodervo, drux emberik. Kisfiam. Anyám. Hajszolod magad, kisfiam. Épp hogy csak, éppen hogy csak, anyám. Nem volt még anyának jó fia. És Otto? Bátyám, már az úr angyalai között van. Az úr legszebb, legtisztább angyala. Sose beszélsz róla. Hiányzik. Egyre jobb van. A világot csak Velenceig elért személyi láthatunk igazán. És Velenceig elért időnként egy tufa. Egy mi? Egy tufa. Honnan veszette ezeket a szavakat? Szélítő sebességgel növekszik, színesedik a világ, anyám. És Velenceig elértem, érzem, hogy lassan túlnő rajta. Ha még itt lenne a bátyám. Itt van. A szívedben. Mindig is itt lesz. A soha el nem múló szeretet formájában. Kurtaniké a zsűri tagjaként bizonyosabban, hogy a színpadra lépő csoportok átlendültek a nehézségeken, és nívós előadásokat láthat a közönség. Szerintem maga az amatőr színház nyelven való fogalmazás az a szabadságot jelenti, a felszabadult játékot jelenti, és azt, hogy nem jegyeladáshoz, meg nem tudom milyen külső kényszereknek kéne megfelelni, hanem a szabad játék örömének lehet élni, és annak, hogy egy csapat együtt gondolkodik valamiről, és akar valamit megfogalmazni a világból, ami körülvesz minket, és nem köti őket egy hatalmi erő, hanem lehet úgy fogalmazni szabadon, ahogy akarnak. Szerintem ezt jelenti. A két nap során megerősítetett, hogy a mozgalomnak az a legnagyobb értéke, hogy stílust vált, hogy reformokat hoz a színház világába, és korlátok nélkül gondolkodik. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.